Milyen betegséget okozhat a kullancs kutyának? Két fontos betegséget hordoz a kullancs. Tehát nem a, kuty, nem a kullancs okozza, ő csak hát passzív elszenvedője és beoltója kvázi a megbetegedéseknek. Két fontos megbetegedésről kell beszélni. Az egyik a babeziózis, amely valóban egy, egy elég sűrűn előforduló megbetegedés kutyánál. Itt egy egysejtű vérparazitáról van szó, amely a vörösvérsejtben élősködik, és nagyjából a csípést követően öt Hét napon belül magas lázzal, vérfesték vizeléssel, tehát egész sötét vizeletűrítéssel járó állapotromlást szenved el, hogyha nem tudunk elég gyorsan állatorvoshoz kerülni, és nem lépünk meglehetősen gyorsan ez ügyben, vagy nem fedezzük föl akkor vesekárosodást szenved az állat, és akár az életét is veszélyeztetheti a, a, megbetegedés. De gyors állatorosi beavatkozással, időben elvégzett gyors állati beavatkozással, állatorosi beavatkozással nyilván megmenthetők ezek az állatok, és akár szövődménymentesen is kigyógyulhat. A másik fontos megbetegedés a Lyme-kór, amelynek a, ható, amelynek a a kórokozója ugyanaz, mint az ember, Lyme kórja, Érdekes módon a kutyának valódi védőoltás áll rendelkezésre a lyme megelőzésére, míg az embernél ugye tudjuk, hogy nincs, de itt van ilyen lehetőség. Azon a vidéken, ahol sok a kullancs, sok a kullancscscipés, és tudjuk a sétáltatás során, a barátok, ismerősök elbeszélésé során, hogy a környéken sok a kullancs, ott érdemes a lyme elleni védőoltást is beadatni a kutyának, hiszen ennek komoly haszna lehet. Mert a Lyme-kór egy olyan megbetegedés, amelynek a diagnosztikája nem egyszerű. A megbetegedés, a Lyme-kóros megbetegedés valójában egy ilyen tipikusan megbúvó megbetegedés, nincsenek saját önálló tünetei. Itt egy általában lázas állapotot követően, akár hónapokkal később, a csípést követő hónapokkal később, Izületi fájdalmak, izületi duzzanatok jelentkezhetnek, a kutyus lassabban mozog, fájdalmasak az izületei, esetleg kifejezetten nehezen is mozog. Hát bizony nem az első gondolat egy ilyen esetben, amikor ilyen panaszokkal jön az állatorvoshoz az állattartó, hogy mondjuk a térde vagy a csípője, duzzat, vagy a bokája duzzat a kutyusnak, és nehezen jár, nem az első gondolat a, a Lyme-kor, és csak bonyolult tesztekkel lehet kiszűrni, hogy ez valójában ilyen oktanú ez a megbetegedés. Viszont jó hír, hogy azért az eseteknek egy nagyon magas százalékában, döntő százalékában a Lyme-kór kivezetten jól gyógyítható, antibiotikus kezelésre van szükség. Van első-második választású antibiotikum, amelyet be tudunk vetni a korokozó végleges kiirtásával kapcsolatosan. Rossz hír viszont, hogy a Lyme-kór autoimmun kórképeket indíthat be a szervezetben, amelynek hosszú távú kezelése azért megterheli az állatot és a tulajdonost is egyaránt. Ezek szerencsére viszonylag kis százalékban jönnek létre, de, de azért beszélni kell erről is, igen.